Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr! Hát engedjék meg, hogy azt mondjam, nem tudok egyetérteni azzal a koncepciónak, azzal a részével, ami arról szól, hogy megemeljük a piaci alapon, költségelvű alapon lévő lakóknak a bérleti díját azért, hogy közben ebből a megemelt bérleti díjból másoknak odaadjunk 10%-ot lakbértámogatás címen. Én azt gondolom, hogy ez nem jó irány. Én azt gondolom, hogy azok, akik ma önkormányzati bérlakásban élnek, azok nagyjából átlagos keresetű miskolciak, hiszen hogyha nagyon gazdagok lennének, akkor gyakorlatilag valószínűleg ő saját lakást vásárolnának, illetve a saját házat. Most ezeknek, az átlagos keresetű miskolciaknak megemeljük a bérleti díjat, és ezt utána még másoknak odaadjuk. Ezt nem én mondom, hanem az előterjesztés mondja, és fel is engedjék meg, hogy fel is olvassam ezeket a sorokat. A közgyűlési döntés a lakbéremelésből származó többletbevétel 10%-át lakbértámogatásra rendelte felhasználni. Az elfogadott szabályok szerint a támogatás így a ténylegesen rászoruló családokhoz jut. Nyilván jó részt ők azok, akik szociális alapon kapják meg a bérlakásokat. Erről is ír a negyedik oldal. A szociális lakáspercokon elsősorban az alacsony jövedelmű, szociális problémákkal terhelt, több gyermeket nevelő családok támogatása a cél. A másik komoly probléma, hogy figyelembe veszik-e az önkormányzat azt, hogy mikor, hol, milyen helyen ad ki szociális bérlakásokat. És gondoljunk bele, hogy egy vegyes tulajdonú társaság esetében van egy tulajdonos, aki mellé a szomszédban lévő önkormányzati bérlakásba egy önök által fogalmazott szociális problémákkal terhelt, több gyermeket nevelő család kerül, aki nem biztos, hogy be tudja tartani a közösségi ítélés szabályait. A tulajdonosnak innentől kezdve az az ingatlanja, amit esetleg ő hitelre vásárolt, vagy hosszú évekig pakolgatta a pénzt, hogy megvásárolja, az ingatlanjának az értéke folyamatosan csökkenni fog. És ne csak rébuszokban beszéljek, Pereces városrészben a Debreceni Márton tér található, amely a város egyikben talán egyik legszebb lakóvezete lehetne, ahogy polgármester úr is fogalmazott, mikor kim volt a gyöngyszeme, azonban nem ebbe az irányba megy. Ahogy ezt önök is tudják, ugyanis az előterjesztés egy későbbi részében pontosan tudják, hogy csak a harmadik kategóriába sorolták be Perecest. Rengeteg panaszt kapok onnan, hogy vannak olyan új beköltözők, akik bizony nem tudják betartani a közösségi ítélés szabályait. És azt mondom, hogy ez hány család, ezt ebben nem tudunk belemenni, és nem akarok számháborút, viszont konkrét kérdésem lenne. Szeretném, hogyha erre a kérdésre írásban kapnék választ, hogy a Debreceni Márton téren hány olyan önkormányzati ingatlan van, amelyik költségelvű, hány olyan, amelyik szociális alapon kiadható, és az elmúlt 2 évben a költségelvűbe hány ember, vagy hányat adtak ki a költségelvűből, és hányat adtak ki a szociális alapúból. Azt gondolom, hogy ezek fontos kérdések, és az ott élőket ez foglalkoztatja.